Nem marad ki a Brua gázvezetékből Ausztria. Ezt Románia ausztriai nagykövete nyilatkozta, miután korábban a magyar fél bejelentette, hogy nincs már szükség gázvezetékre Magyarország és Ausztria között. A Brua mozaik szót azoknak az országoknak a kezdőbetűi alkotják, amelyeken a majd az európai energiapiac egységesítését célzó gázvezeték, Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria. Korábban a magyar fél azt nyilatkozta, hogy azért nincs szükség a gázvezeték megépítésére Ausztria és Magyarország között, mert alacsonyabb költségekkel jár, ha a már meglévő infrastruktúrát használják a magyar, szlovák, illetve osztrák vonalon. Izabel Rauscher, Ausztria-Romániai nagykövete szerint azonban az osztrák állam nem marad ki a projektből. As far as I know. Tudomásom szerint az Át, azaz Ausztriát nem törölték ki hivatalosan a Bróából. A magyar oldalról voltak bizonyos nyilatkozatok, de a cím marad. Ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és a munkálatok már zajlanak a román és a bolgár oldalon. Az, hogy milyen egyességek vannak a különböző konzorciumok között, illetve hogy milyen tárgyalások zajlanak az U, azaz Magyarország és az A, azaz Ausztria között, között, nem változtat azon, hogy a gázvezeték továbbra is a Brua nevet viseli. A brua megépítésének teljes költséget egyébként 550 millió euróra becsülik, amiből 179 millió eurót az Európai Unió biztosít. A gázfolyóson évente 4 milliárd 400 millió köbméter gázszállítását tervezik. Június 4-én a Transgaz megkezdte a gázfolyósó romániai szakaszának építését. A projekt első szakaszában a dél-romániai podisortól a bánsági temes rékásig fektetik le a vezetékeket, ezt vélhetően 2020-ig fejezik be.